Nem tudom, te például mit gondolsz a magyar bor helyzetéről, de szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol van a magyar bornak a helye itt a világban, vagy a piacon. Hát, amit én gondolok erről, nézzünk egy pici történeti áttekintést. Ugye Tokaj volt a leghíresebb borvidékünk mindig is, és Tokaj annyira erős exportcikk volt a bor, hogy veszélyeztette a német és osztrák érdekeket, és ezért nagyon komoly védővámokat vetettek már ki rá, 1500-as évek közepétől kezdve gyakorlatilag. A tokai kivitele az nehezítve volt. Hogyha megkóstoljuk ezt azért nagyon nehéz utánozni. Igen. Tehát nagyon egyedinek tartják egyébként is a világban. Ennek ellenére egyébként a tokai bor azért volt nagyon fönt, és nagyon lent is. A 16. században, azt hiszem, 1526-ban Draskovics György, aki pécsi püspök volt, a pápának küldött Tokait, igen, egy tájai bort, pontosan, mert úgy gondolta, hogy ez az a bor, ami a pápa asztalára méltó. Olyan édesborokat tudnak csinálni, és tudtak csinálni hegy alján, egyébként klimatikus és környezeti adottságokból adódóan, hogy a világ a csodájára járt, hiszen a botrytis, ez a penészgomba féle, ez nagy mennyiségben megfertőzi a szőlőket, utána mindig jön egy ilyen indián nyár, ami ugye kiszárítja a szőlőket, és akkor utána ott marad az aszuszem, és az édes íz főleg akkoriban, 1800-as évek végéig, 1900-as évek elejéig, ez nem volt elérhető. Tehát, hogy nem nagyon volt. Mi volt az édes? A méz, a lekvár, hát és a nagy édesborok. Tehát, hogy semmi más. És az édesborokat lehetett szállítani, eljuthattak királyi, cári udvarokba, irgalmatlan drága volt. Úgyhogy egy luxus termék volt. Úgyhogy szerintem egy ilyen hype volt az édesborok körül, és emiatt lett Tokaj az első. Mint hogy a borkészítés csúcsa volt, és mindenhol próbálták reprodukálni, de és ez szerintem Tokaj nagyság, hogy az adottságok, ott minden összejött. Pár évvel ezelőtt szerintem indult az a kezdeményezés, hogy a furmintot megpróbálják egy kicsit a globális piaccal is elismertetni. Tehát, lenne is mit elismertetni a furminttal kapcsolatban. Nekem a furmint az egy olyan típusú fehérbor, egyébként nekem a kedvenc fehérborfajtám, ugyanis nem az a bor, ami azonnal megvan. Tehát a furminthoz kell egy kis idő, még megérkezik. Van egy vonal, aki azt gondolja, hogy követni kell a piacot. Tehát nagyban termelni, eladhatóvá tenni a bort. De van egy olyan vonal is, akik inkább azt mondják, hogy az egyedit kell megmutatni. Hogy mi nem tudunk, tehát egyrészt területileg nincs meg az a kapacitás, hogy mi egy termőterületről akkora mennyiséget, olyan minőségbe tudjunk produkálni, ami nyilván világszinten valahogy értelmezhető legyen, hanem ezeket a kuriózumokat kellene egy picit előtérbe helyezni, és a prémium. Abszolút. Amadeus. Két arany minősítést is, vagy díjat is kapott egy nemzetközi borversenyen. Ez a Danube Wine Challenge, amit egy hónappal ezelőtt rendeztek a szlovákiai vagy felvidéki Bélán a Kastélyszállóban. És ez egy nemzetközi borverseny, egy OIV verseny, ami az OIV ez a Nemzetközi Borversenyek Szövetsége, szóval ez egy ilyen fontos dolog. Vettél részt már ezen? Igen, és most is ott voltam. De nem én adtam ezt a nagy aranyat, mert a mi asztalunknál nem volt Tokaj, tehát azt felismertem volna. És most megint van egy új apropó. Igen, dupla arany után most a Prestige Awards Hungary nevezetű versenyen maga a pincészet a legjobb családi pincészetnek minősült. Mert hogy ugye ez az AM Tokaj, egy családi pincészet, kis területen gazdálkodnak, nem is szeretnének a tömegtermelésbe beszállni, hanem abszolút a prémium vagy az ultra prémium minőséget szeretnék hozni. Az egész üveg megjelenése egyszerűen minőséget tükröz.
Tehát, hogy én azt gondolom erről a borról, hogy igen, ez a bor eladható bárhol a világon, és bárhol kikerül a polcra, bárhol azt fogják róla gondolni, hogy igen, ez egy minőségi bor. Az Elmtokaj egyébként Angliában már befutott, és Magyarországon is leginkább Michelin csillagos éttermekbe szállítanak, és majd kicsit mi is, ugye a karácsony apropóján megpróbálunk egy kicsit átváltozni. Arra gondoltam, hogy azért a magyar családok asztalán karácsony környékén a libamáj, kacsamáj az megjelenik. És ennek egy újabb változatát fogjuk nektek megmutatni. Hogy hívnád ezt? Nem tudom. Én a musz szó musz? Jutott először az eszembe. Igen. Mivel ehhez a borhoz mindenféleképpen a gyümölcsök jól illenek, ráadásul van benne egy kis cser anyag, úgyhogy most narancsot választottunk mellé, és egy meleg saláta lesz a máj mellé a köret, ami édeskömény alapú. Tényleg? Láttam az édeskömény, csak nem hittem el. Miért édeskömény? Ugye szagláztuk, hogy mennyi fűszer felfedezhető benne. Az egyik például ez a szegfűszeges, ánizsos vonal. Tudtam még egyet. Hát az a helyzet, hogy én nagyon szeretek ám úgy főzni, hogy közben tudod, így hangolódok, kortyolgatok. Hát ez, valljuk meg azért, szóval ez nem egy hektó, hanem 3,75. De azzal biztos, hogy nem lövünk mellé, hogy édesborhoz máj, hízott liba vagy kacsamáj. Az egy nagyon standard, tehát az asszú kacsamáj, ez egy alap. Ugye ezt nevezhetjük akár fagyinak. Tehát libamáj fagylaltnak, mert hogy részben van benne tejszín, vagy libamáj jégkrém, mert a fagylalt az teljes, a jégkrém az a tejszínes. Szóval nagyon izgatott vagyok, hogy ez milyen. Fogalmam sincs, hogy esünk neki szerintem. Igen. És egy kicsit hasonlít a brüléhez is, mert hogy a tetejét azt így megégettük. És törik is gyönyörűen. Törik is. Jó. Nagyon jó. Jó. Kicsit finom. Nagyon ajánlom nektek, hogy elkészítsétek. Nagyon izgalmas ízeket fogtok érezni, és egészen különleges.